Köszöntöm az esti mérleg kedves nézőit, a Szent György Kórház személyzeti osztályán vagyunk, ahol egy új diagnosztikai eszközt adtak át. Nézzük, hogy egészen pontosan mi történt, és hogy mire jó ez az eszköz. Új diagnosztikai eszközt kapott a Fejér megyei Szent György Kórház személyzeti osztálya. A digitális szemnyomásmérő a Fehérvár Travel Alapítvány jóvoltából került a kórházhoz. Hosszan tartó magas szemnyomás a látóidegeket károsítja, pusztulásához vezet, és kialakul valójában a glaukóma, ami előbb-utóbb nem csak a látásélességet, hanem a látóteret veszélyezteti, beszűkül, és bizony ez már az életünkben is a mozgáskorlátozottsággal jár. Tehát miután az első négyben benne van a vaksági listánkon a zöld hályok okozta látáskárosodás, azt gondolom, hogy ennek a betegségnek a szűrése, gondozása egy kulcskérdés egyértelmű, hiszen a célunk az, hogy megőrizni azt a látást és látóteret, ami van. Van ilyen, akinél korán felfedezzük, van, akinél sajnos már késői stádiumban. A magyar ember nem szívesen megy orvoshoz, különösen nem az egyes betegségeket kiszűrő, megelőző vizsgálatok miatt. Ennek köszönhető, hogy sokaknál csak későn sikerül kimutatni a kórosan magas értéket. Szemnyomást természetesen eddig is mértek a személyzeti osztályon, csak nem úgy, ahogy az új eszközzel lehetséges. A digitális szemnyomásmérő legfőbb előnye ugyanis, hogy érzéstelenítés nélkül lehet használni. Hordozható olyan szemnyomásmérő eszközről van szó, amelyhez nem szükséges szemnyomás mérés előtt érzéstelenítés. Ez elsősorban akkor nagyon fontos, amikor pici babák, csecsemők, akiknél eleve egy csöppentés is egy tortúra lehet, tehát nem kell, maga a cseppentés kimaradhat, és a szemnyomásról meg tudunk győződni. Ennek fontos szerepe van, ugye sok betegséghez társulhat szemnyomásemelkedés. Én úgy gondolom, hogy minden státusz rögzítés előtt ennek a vizsgálatnak nagyon fontos szerepe van. Ez egy hordozható olyan eszköz, ami ülve, fekve, állva is akár alkalmas arra, hogy bárkinél szemnyomást mérjünk. És akkor gondolhatunk arra, hogy konzíliumok esetében, sérültek esetében, nem mozgatható betegek esetében, ugye helyszíni konzíliumra ez a készülék nagyon egyszerűen elvihető, pici, könnyű, nagyon jól kezelhető, és pontos digitális értéket ír ki, úgyhogy ha szükséges, ki lehet a szemnyomás értékeket nyomtatni, ez a készülék is rendelkezésre áll hozzá. Úgyhogy úgy gondolom, nagy segítség és nagy szükség van az osztályunknak arra, hogy ezt a viszonylag nagy beteg létszámot, akik megfordulnak az ambulanciáinkon, osztályunkon, őket elláthassuk, vagy minél előbb alkalmazhassuk ezt a módszert, ami azt gondolom mindenki számára egy nagyon kíméletes eszköz. Még egy fontos jelentősége van, hogy egyszer használatos kis fejeket használunk a szemnyomásméréshez, tehát maga a sterilitás szabályának is abszolút megfelel. Mekkora ez a beteg létszám, mondjuk éves szinten hány beteget vizsgál? Hát havi szinten, mondjuk napi szinten megfordul az osztályunkon és az ambulanciákon legalább 150-200 beteg. Na most akkor lehet következtetni, hogy éves szinten mennyi, és ennek azt gondolom, hogy 5-10%-a nyilván szükséges az, hogy ez az eszköz, és főként a gyerekambulancián, gyerekkonzíliumoknál elsősorban, vagy a traumatológiai konzíliumoknál van nagy szerepe, tehát nem mondom, hogy mindenkinél, de egy 5-10% ez a beteg anyagnál azt gondolom, hogy szükség van erre az eszközre. Elég egy ilyen eszköz? Hát a jövő az azért úgy gondolom, talán segítségünkre lesz, hogy még több ilyen eszköz lehessen, de ez az egy eszköz is nagyon nagy szerepet és szolgálatot fog nyújtani számunkra. Hogy került ide ez az eszköz? Ez egy alapítvány segítséggel jutottunk hozzá, a Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány támogatta meg a kérésünket, közel 2 millió forintos támogatás, amivel komplett az eszközt és tartozikaival sikerült beszereznünk. Az új eszköz nem csak az érzéstelenítés elhagyása miatt számít előrelépésnek, hanem azért is, mert felgyorsítja az ügymenetet. Tulajdonképpen ez az adomány, ez nem egy játékszer a kollégáknak, hanem ez a lakosságnak szól. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos új lehetőség, hogy fájdalommentesen, gyorsan megtörténjen az a bizonyos szemnyomásmérés, amelyből nagyon fontos mutatókat tudunk meg a szem állapotáról, és ezzel időbe akár megelőzhető legyen egy későbbi látásomlás vagy vakság.
és ez a kis készülék, ez egy könnyen hordozható, tehát a kórház területén a szemész kollégák bármilyen esetleg mozgásban korlátozottabb betegnél meg tudják a vizsgálatot tenni. Gyerekekhez oda tudnak menni a gyerekosztályra, nagyon fontos, hogy az eddig használatos eljárástól szól különbözően, ez egy nagyon gyors, mindenféle csepegtetés, fájdalom csökkentő szer nélkül pillanatokon belül elvégezhető vizsgálat. Mennyiben gyorsítja meg a vizsgálatot? Tehát eddig mennyi ideig tartott szemnyomásmérés? Hát eleve, hogy elő kellett készülni, tehát csepegtetni kellett a szembe, fájdalomcsillapítót kellett, érzéstelenítőt kellett adni, és utána egy stabil ugye, műszerrel, ez a réslámpával vizsgálták a szemet. Tehát ez gyorsít és egyszerűsít a vizsgálaton. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet egy lapon említeni az eddig rendelkezésünkre álló vizsgálati lehetőséget is most, amit ez az adomány jelent a betegek számára, a lakosság számára. Mindenképpen egy egyszerűbb és gyorsabb szemvizsgálatot tesz lehetővé. Ezt minden egyes vizsgálathoz használni fogják, vagy csak ahol kiemelten szükséges? Hát ugye mivel ez egy ilyen kis mobil készülék, tehát nyilván elsősorban, ahol az osztályon kívüli vizsgálatok, a személyzeti osztályon kívüli vizsgálatokra, illetve hogyha ez az érzéstelenítés nélküliségnek jelentősége van, tehát itt gondolunk ide a gyerekekre, van jelentőség ennek a vizsgálati lehetőségnek. A szakemberek azonnal megkezdték az ismerkedést az új műszerrel. A működés lényege, hogy a szemnyomásmérő neki pattint egy kis tüskét a szaruhártyának, és a visszapattanás sebesség görbéjét vizsgálja. Furán hangzik, de egyáltalán nem fájdalmas. Használják minél nagyobb eredménnyel, sikerrel. A szemnyomásmérő a Fehérvár Travel alapítvány adománya. Az utazási iroda már évek óta támogatja a rászorulókat, elsősorban az egészségügy területén. Negyed évente pályázatokat hirdetünk, pályázati lehetőségeket. Erre benyújtják a különböző rászorultak, mint ahogy az alapítványunk neve is Fehérvár Travel alapítványa rászorulókért, és akik valamifajta egészségügyi problémával rendelkeznek, vagy egészségügyi problémával rendelkezőket, hát valahogy segíteni kívánnak, mint ahogy itt a kórházi alapítvány is, hát benyújthatták a kérelmet, és hát mi a negyedévenkénti összesítéskor, kuratórium ülésünkön úgy döntöttünk, hogy az épp aktuális pályázók közül őket is hát támogatjuk azzal az összeggel, amit kértek, ami hát így nagyságrendileg 1-2 millió forintos támogatás volt az alapítványnak, és hát gyakorlatilag a döntésünk az szinte pont 3 hónappal ezelőtt történt. Nyilván ők ezt követően ugye a elnyert pályázatotnak segítségével megvásárolták a készüléket, és hát mint az látható volt itt az előzőekben, hát mostantól kezdve élesedik a dolog önáluk, tehát gyakorlatilag most kezdik el valóban használni, aminek hát nyilván nagyon örülünk, hogy újabb rászorultakat sikerül valamilyen módon hozzájuttatni megfelelő orvosi ellátáshoz, vagy egyéb más egészségügyi támogatáshoz. Mi alapján döntött ugye az alapítvány, hogy ezt a pályázatot részesíti előnyben? Hát végül ez úgy szokott lenni, hogy mikor benyújtják ezeket a pályázatokat, akkor úgy nagyságrendileg szokott lenni 10 intézmény, de ez olyan átlagban több éves átlagot mondok. Tehát egy-egy negyedéves alkalommal 10 intézmény, és mintegy 70-80-90 magánszemély szokott pályázni. Nyilván ehhez az is kell, hogy valóban rászorult legyen, vagy úgy érezzük, természetesen ott, ahol kell, sőt majdnem mindenhol egyfajta környezet tanulmányt is végzünk. Na most nyilván itt a kórháznak kevésbé kellett, de alapvetően akkor ezt összevetjük, nyilván figyelembe véve azt is, hogy a negyedévre rendelt összeg az mit bír el, és hát azt el lehet mondani, hogy mi negyed évenként körülbelül egy olyan 13-14 millió
forintot szoktunk kiosztani. Adott esetben nyilván az alapítónk nagy lelkűségének is köszönhetően, különösen, hogyha úgy jobban megszorulunk, mert több pályázó van, vagy nagyobb összegekkel, akkor azt esetleg kiegészítik, vagy kiegészíti, és hát ennek segítségével, hát nyilván a többiekkel is összevetve úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen 100%-os mértékben támogattuk. Volt már korábban is együttműködésük a kórházzal? Igen, a gyermek, tehát a csecsemő osztállyal volt olyan kétszer is, hogy szintén eszközvásárláshoz juttattuk őket, gyakorlatilag koraszülöttek, hát, hogy úgy mondjam, ápolásához, vizsgálatához, felügyeletéhez alkalmatos eszközt kétszer is támogattuk a kórház valamelyik alapítványát, vagy ahhoz tartozó alapítványt. A magas szemnyomás a látóideg rostokat pusztítja el. A magas szemnyomást gyógyítani kell, cseppekkel vagy műtéti úton. Az esetek 80-90%-a cseppekkel kordában tartható, csak ritkán van szükség műtétre. Fontos, hogy 40 éves kor felett mindenki menjen el szemészeti szűrővizsgálatra. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!